műsor támogatói: a Magyar Vitorlás Szövetség, Balatonfüredváros önkormányzata, a Master Yachting és az Audi. Balatonfüred valóban a vitorlázás fellegvára, és ezt a H2O mai adása is bizonyítja. A közel 150 éves vitorlás múlttal rendelkező városban rendezték a Nemzetközi Balatoni Vitorláshetet, a Kadett VB-t és a Nagyhajós OB Audi kupáját. Ezen kívül bemutatjuk a tó legkülönlegesebb katamaránját és a kenesei BMW Top 200 vitorlás versenyt is. Füreden a 49. Nemzetközi Balatoni Vitorlás hét július 14-től július 20-ig tartó versenysorozatán tényleg csak a legjobbak győzhettek, hiszen a 9 hajóosztályból volt olyan, amelyikben pontosan egy tucat futam döntött a végső helyezésekről. Összesen 160 egység nevezett a Lézer, Lézerradiál, 470-es, 49-er, Finn, Repülőhollandi, Star és Soling osztályokban, melyek többségében ez egyúttal az országos bajnokság sorozata is volt. Lézerben Berez Zsombor majd minden futamot megnyert, így bátran tervezheti nemzetközi karrierjét is. Terveim? Hát jövőre megfutni a kvalifikációs szintet az olimpiára. Mibe kell szerinted még javulnod? Hátszélbe, nagy hullámokba hátszélbe. A csillaghajók között legfényesebben a Tenke Bendicsek páros szerepelt, nagy vágyuk, hogy az olimpián is tündököljenek. 1947-ben rendezték az első sztár bajnokságot, és azóta folyamatosan minden évben, tehát ez az 50. sztár bajnokság. Nemzetközi versenyek is részt vesztek, ott hagyadikok vagytok a ranglistán. A világranglistán most 28. helyen vagyunk, ami egy olimpiai hajóosztályban számunkra egy jó eredménynek számít. Pekingben lesz a következő olimpia, tudjátok-e magatokat kvalifikálni? Nagyon nehéz kvalifikálni magunkat, mivel a csillaghajó, ez egy gyűjtőhajóosztály, tehát a kisebb hajókból ide ülnek át mind a menők. 15 nemzet kerül ki az olimpiára csillaghajóra. Nekünk még egy a 6-8 helyet előre kéne kerülni a világranglistán ahhoz, hogy reális esélyeink legyenek. Küzdeni is fogunk, most megyünk ki a világbajnokságra össze San Franciscóba, aztán tavasszal a Miami OCR olimpiai előkészítő verseny, majd a Bacardi Cupra megyünk, és utána jövünk vissza Európába, és indulunk a Killer Walk-in újra, és utána pedig az első kvalifikációs verseny Cascaisba, Portugáliába. Solingban a papírforma érvényesült. Ahogy 1981 óta szinte mindig, Vosala György most is vízre szállt, és ezt társaival, Németh Péterrel és Vezér Károllyal szinte hibátlan teljesítménnyel tették emlékezetessé. A következő európai jelentőségű az az osztrák bajnokság, ami 2 vagy 3 év múlva lesz. Augusztus végén megyünk a Masters világbajnokságra, az Unionia klubban a Terzén, az az alután következő. És Annapolisban, Amerikában lesz a világbajnokság, és utána onnan már leküldjük a hajót, mert februárban Argentinában lesz a 2007 évi világbajnokság, úgyhogy jövünk, megyünk. Miután a legutolsó dél-amerikai világbajnokságon egy ponttal voltunk másodika, nyilvánvaló, hogy ezzel most nem elégednék meg, de ha dobogóra kerülünk nekünk, az is nagyon jó. Van körülbelül egy olyan 6 hajó a világon, akik körülbelül egyforma eséllyel indulnak ezeken a versenyeken. Egyrészt a széltől, másrészt a pillanatnyi formától függ, hogy ki van előrébb. Előfordulhat minden. Lehetünk hatodikak is, meg lehetünk elsők is. A 470-eseknél a sallai olasz páros senki sem tudta igazán megszorítani. Jelen pillanatban a Víg Andris Perjes Bálint az első számú ellenfelünk, akivel egyébként közösen készülünk most már lassan egy éve. Két edzőnk is van, Kelemen Tamás és Boszlet Marcel. Jól szervezik a dolgokat, jól átlátják a gondjainkat, a problémáinkat, azt, hogy a vízen mi az, ami egy pluszt adhat a teljesítményünkhöz. Elsősorban a bőszelekben, a hátszelekben vannak problémáink. A tavon ugye jóval kisebbek a hullámok, kevésbé kell rájuk figyelni. A hajóvezetés nem elsősorban erre van kihegyezve. A tengeren viszont elsősorban a hullámokra kell odafigyelni. A versenysorozat sikeréhez hozzájárult az úgynevezett háromnapos északi szél,
melyben remekül mentek a viszonylag újdonságnak számító katamaránok is. Magyarországon itt ez a szép Balaton, ami teljesen jó és megfelelő szélviszonyokat tud biztosítani ehhez a hajóosztályhoz. Lényegében nem egy nagyon drága hajóról van szó. Nagyon fontos, hogy egy olyan űr van Magyarországon a versenyvitorlás társadalomban, amit ez teljesen kielégít. Lefekvéshez készülöttem, de igazából már a másnap járt a fejemben. Tudtam, hogy velem együtt sokan készülnek izgatottan, hiszen holnap kezdődik Balatonfüreden a kadett világbajnokság. Reméltem, hogy amíg alszom, addig is a vízen leszek a sok-sok sráccal a kedvenc hajótípusomban. Már ébren is a kadett VB-ről álmodtam. Ennyi hajót még sosem láttam egyszerre, ráadásul igazi világbajnokságon. És minden kadettben két kadét. Tényleg, tudtad, hogy ebben a hajóban a 9-17 évesek versenyeznek? És azt, hogy több mint 3 méter hosszú és 120 centi széles ez a hajó? Ja, és fél méter a merülésen. Egyébként úgy hallottam, hogy a felnőttek is nagyon örültek a versenynek, mert egy világbajnokság az nagy dolog szerintük is. A hajók létszámát, illetve a számát illetően is rekordot döntöttünk, hiszen az a közel 160 hajó, amelyik most indult ezen a versenyen, az azt jelenti, hogy közel 320 gyerek. Ez szintén rekord, mert az elmúlt 10 évben ilyet még egyetlen egy ország nem tudott produkálni. A versenyzők 3 kontinensről érkeztek, hiszen Ausztráliából és Argentinából is voltak itt versenyzők, és értelemszerűen Európából, azokból az országokból, ahol a kadett a jellemző. Sok fontos ember dolgozott azért, hogy mi nyugodtan versenyezhessünk a vízen. Volt egy különösen aranyos bácsi. Ő holland volt, és mindent ő intézett a kikötőben. Szeretem a kadetteket és a magyarokat is. 4 évig dolgoztam itt Székesfehérváron, Fanándor csapatában. A fiam is vitorlázik, bár már kinőtt a kadett osztályból, most a Volvo Ocean részen, az ABN Amro 2 fedélzetén versenyzett. A Balatonfüredi jachtklubban egyébként nálunk csak a felnőttek izgultak jobban. Rohangáltak fel, alá, és mindig intéztek valamit. Nagyon okos bácsik, mert mindent tudnak a versenyről. Országonként 7 hajó, a rendező ország részéről pedig 10 hajó indulhat. Minden országnak meg kell tartani a saját válogató rendszerében a kvalifikációs futamokat. A másik pálya egy úgynevezett promotion rész, ahol azok vernek részt, akiknek ez a kvalifikáció nem sikerült, de ugyanúgy szeretnének egy ilyen rendezvényen részt venni, hiszen ugyanúgy részt vesznek a parti rendezvényeken a vízen, és csak egy másik pályán, egy másik díjért versenyeznek. Ez a verseny sokáig tartott, mert 12 futamot akartak a szervezőbácsik, de legtöbbször csak a parton ültünk, vagy szereltük a hajót, mert nem volt elég szél. Reméltem, hogy azért a Balaton megmutatja a szeles arcát is, mert azt akartam, hogy a külföldi gyerekek megszeressék a kedvenc tavamat. Az utolsó napokban végre megjött a szél, és beindult a verseny. Végül is összességében 9 futamot megcsináltunk mind a két pályán, úgyhogy a 12 helyet annyit terveztünk, de ez abszolút tökéletesnek mondható. Az eredményekről annyit, hogy hát úgy néz ki, hogy az argentinok taroltak, bár most ebbe a frissebb szélben, ami ma volt meg tegnap, már nem annyira fölényesen verték a mezőnyt. A lengyelek is nagyon jók voltak, az angol csapat is nagyon jó volt. És hát úgy néz ki, hogy egy belga is azért csak odaért még a végére. Tényleg nagy csaták voltak a vízen. Képzeld, az első 10-ben 4 argentin páros volt. Ez az első VB-m, és el sem tudom mondani, mit éreztem a dobogó tetején. Boldog vagyok, és nagyon élveztem az egészet. Az edző nagyon tapasztalt, és rengeteget edzett velünk a világbajnokságra. Hogy tetszett a Balaton? Nagyon jó volt, csak nem túl szeles. Szerencsére mi jól tudunk vitorlázni ebben az időben. A külföldiek nagyon jók voltak, de azért büszke vagyok a magyar barátaimra is.
Böröcz Bence a legeredményesebb magyar hajóban ült, ami nem is csoda, hiszen 2005-ben ő volt a legjobb magyar kormányos. Hát ez a 29. hely szerintem nem egy túl rossz eredmény, bár én azért egy-két helyen előrébb gondoltam magunkat. Miben lehetne még javulni? A nagy mezőnyben, a vitorlázásban és a rajtoknál végül is eléggé nehéz eljönni, és a bójavételek még ilyen sarkalatos pontok. Mi volt az erősségetek? A ram, meg a krájc. Jövőre már szerintem nem fogunk együtt menni, mert a Bence kiül, mert ő már nagy, és én szeretnék kormányos lenni. A Balaton világhírű tó jó vitorlázási lehetőségekkel, ezért is választottuk idén Balatonfürödet a VB helyszínéül. A szervezés is tökéletes volt. Sokan pályáznak még a rendezésre, és nekik is lehetőséget kell adni, de biztosan visszajövünk még ide. A promóciós versenyt egyébként a brit Joanna Freeman és Holly Francis nyerte. A Kadett VB-n sok új barátot szereztem, és tényleg nagy élmény volt igazi világversenyen részt venni. Legszívesebben újra átélném az egészet, hisz a VB olyan volt, mint egy izgalmas álom. A BMW Top 200 szervezői bizony nem óvakodtak július ídusától, hisz ekkora hívták meg a legsikeresebb cégeket, hogy saját vagy a rendezők által biztosított hajókkal próbálhassák ki a vitorlázást. A roppant erős szél sem tántorította el a tapasztalat szempontjából is igen vegyes összetételű legénységeket, hiszen ekkor már a kocka el volt vetve. Az volt a célunk, hogy azokat a cégeket találjuk, meghívjuk meg, lássuk itt vendégül, akik valamilyen szinten érdekesek lehetnek a vitorlázás számára, és erre a BMW nagyon jó partnerünk volt. Cégünk nemzetközi szinten két sportot támogat, a szakértelmével és technikai tudásával, az autóversenyzést és a vitorlásportot. Hogy miért ezt a kettőt? Azért, mert ahogy az autógyártásban is, úgy a vitorlázásban és az autósportban is három nagy ismérve van a sikernek. Az egyik a folyamatos innováció, a másik a csapatmunka, ami a vízen is nagyon fontos, a harmadik pedig a technikai precizitás. A bankárkupán megszokott handicap módszerrel, fordított jastikrendszert alkalmazva, a gyorsabb hajókat később rajtoltatva küzdött a mezőny az értékes díjakért és azért, hogy a tapasztalatlanabbak ne kerüljenek szó szerint mély vízbe. Igazából az orvitorlát lekötöttük, és az első nagyobb nyomás nem tudtunk reagálni elég gyorsan. Ez még a kezdeti bizonytalankodások áldozata volt ez a történet. És a profi hajósoknak ilyenkor mi futott át az agyán, és hogyan sikerült átviselni a szituációt? Sok minden. Elgondolkoztam, hogy milyen szép a tőkesúlya a hajónak, milyen nagyon kapaszkodnak mellettem az emberek, és azt, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő, lefele vagy fölfelé. A Gardazzura ebben a szélben nem indult. Így a leggyorsabbnak számító Rafika jó eséllyel rajtolt, de igen nehézkesen. Fogvitorlával haladva is alig-alig lehetett egyenesben tartani a hajót, majd Almádinál a bójaforduló után a Grosz felhúzó sin is kiszakadt. A Rafika szinte élményfürdőként funkcionált a viharos szélben, ezért Király Zsolt kormányos a károk megakadályozása érdekében úgy döntött, hogy a versenyt inkább feladják, de nem kockáztat. Így most nem írtak történelmet, de jutott idejük a hajós históriák főszereplőivel a parton megismerkedni. A kiállítás a Top 200 rendezvény keretén belül került bemutatásra. A hajókat forgalmazzuk és ki is állítjuk őket. A Feng Shui is azt tartja, hogy nem rendes lakás az, ahol legalább az előszobában egy festmény vagy egy kép nincsen a hajókról. Így úgy gondoltam, hogy ezeket a hajókat Magyarországon is megpróbálom betenni a köztudatba. Mivel nincsen tengerünk, egy nem bevett díszítő elem a mai lakáskultúrába, és ezeket a gyönyörűségeket próbálnám bevezetni a mai trend világába. Eközben sorra érkeztek be a verseny résztvevői, akik közül a legjobbak az erős szélben nem csak a rövid pálya végét jelentő kenesei bóját érték el a limit idő lejárta előtt, de addigra már a hosszú pályát is teljesítették, nagyon szoros befutót produkálva. Bár akadt, aki kicsit sokalta a szelet. A bőszeres vitorlát kellett volna húzni, de azt most nem mertem fölvállalni a
a gyakorlatlan legénység miatt. Úgyhogy az a 8 méteresen, aki győzött, ők meghúzták, és hát ezzel megtudták azt a plusz előnyt csinálni, amit már nem tudtunk befogni. Mit mondott a legénység? Mernek még egyszer hajóba ülni? Mindenféleképpen nagyon tetszett nekik. Mozgattam őket keményen, de nagyon tetszett nekik a végére. Ügyesek voltak. Nagyon jól mentünk, úgy éreztük, hogy szinte mindent tökéletesen csináltunk, és a nagyon jó szél volt, én nagyon élvezem az erőszelet, és a hajunk is alkalmas volt arra, hogy jó eredményt érjünk el. Akkor egyáltalán nem meglepetés ez a győzelem? Hát meglepetésnek meglepetés, mert azért voltak egy sokkal gyorsabb hajók, de ez a handicap rendszer szerintem működött, és szinte szerintem nagyon reálisan futottak be a hajók. A Beneteau cégcsoport egyik hajógyára a Lagoon, ahol katamaránokat gyártanak. Ez az Adriától a Karib-tengerig nagyon sikeres típus, charterban nagyon kedvelt. Most már a Master Yachting Hungary jóvoltából a Marina Füszök kikötőben is megtalálható. A hajó Balatonra kerülése nem egy szokványos történet, hiszen még egy tengeri kikötőbe vízen könnyű elszállítani, addig ide közúton kellett, és a szélesség, mivel meghaladja a 7 métert, ez teljes útzárat jelent. Külön rendőri felvezetéssel, teljes autópálya szélességben. A Lagoon 4-10-es sorozata az egyik legsikeresebb, ebből 300 darabot gyártottak le eddig. Ez egy 12 méter 37 centi hosszú hajó, 7 méter 10 centi széles, 8 tonna vízkiszorítással. A hajó két testében 4 kabin található, 3 fürdőszobával, fölül egy szalon, több mint 90 négyzetméter a vitorla felülete, a merülése mindössze 1 méter 20 centiméter, egy ember is könnyen tudja kezelni, még a kikötőben is, hiszen a két testben két darab motor van, így akár egy helyben is meg lehet fordulni vele. A 2006. évi Audi kupának, vagy teljes nevén Magyar Nagyhajós Bajnokságnak Balatonfüred adott otthont. Legalábbis a megnyitónak. Mert az még elfért egy kikötőben. De a verseny első része már 4 pályán zajlott kinn a vizen, hiszen 13 hajóosztály 153 hajója küzdött a magyar bajnoki címért. És nem is akárhogyan. Nézzük sorban a 4 pálya eredményeit, de előtte még derítsünk fényt arra, hogy miért egy automárka nevét viseli a vitorlás bajnokság. Negyedik éve szponzorálja az Audi a magyarországi nagyhajós vitorlás bajnokságot, és azt gondolom, hogy a vitorlázás és egy prémium márka az egy két összetartozó dolog, ezért van az, hogy az Audi támogatja ezt a szép sportot. Kezdjük az A pályával. 4 hajóosztálynak kellett rajta osztoznia, az Európa 30-asoknak, a 22-es cirkálóknak, a J24-eseknek és a Dragonoknak. Legnépesebb mezőnye 20 hajóval a Dragonoknak volt, ahol 5 német egység és egy svájci hajó is megmérette magát. Bár a verseny végig szoros volt, a svájciak 3 első és 2 második futamhelyezéssel biztossá tették az aranyérmüket. Végig nagy csatát vívott azonban 3 magyar egységgel. Ezek közül a Lukács Ákos irányította Konszeuró vehette át az ezüstérmet. A harmadik helyezett személye csak az utolsó futamokon dőlt el. Az egyébként szépen teljesítő Atlantiszt az utolsó 3 futamon utasította maga mögé a Nárai Vilmos irányította Fjord. A B pálya is 4 hajóosztálynak adott otthont. Komoly küzdelemre lehetett számítani, és ez be is következett az asszó kategóriában. 12 futamot rendeztek, és egyenletes teljesítménnyel a Majtényi Szabolcs irányította Phantom asszó át legközelebb az aranyhoz. Az utolsó futam előtt mindössze 1 ponttal vezetett Szilvási Attiláék előtt. 11 futamon mentünk végig, többiekkel együtt, és hát jelenleg 1 ponttal vezetünk. Nagyon szoros a első helyére a küzdelem. A második hajó valószínűleg csak velünk fog foglalkozni, és mi is csak velük, hiszen a többiek már nem verhetnek meg minket. Viszont annyi előnyünk talán van, hogyha a második hajó rosszul megy, akkor ők még hátrébb is kerülhetnek, tehát nekik arra is kell ügyelni, hogy a második helyeket megtartják. A nagy ellenfél a Szilvási Attila kormányozta Picasso, végül a második helyet szerezte meg. Nagy ellenfelünk a Picasso volt, és igazából csak őt kellett megvernünk, illetve még csak meg se kellett vernünk, csak a közelébe befutnunk. De végül nem vele keveredtünk szoros szituációban rajtnál, hanem a később harmadik helyezett hajóval. Úgyhogy eléggé rossz, hátrányos helyzetből indultunk, mert ebből ők jöttek ki győztesen ebből a helyzetből.
úgyhogy szinte utolsóként rajtoltunk, és innen jöttünk föl a negyedik helyre, de a nagy ellenfélünk a Picasso pedig nem tudott jó eredményt elérni, és ezért sikerült megnyernünk a végén a versenyt. A dobogó harmadik fokára állhatott fel a Juppi legénysége Nyári Zsolt vezetésével. 9 hajó jött össze a Nautic kategóriában. Itt sorrendben a Geronimo, a Meniscus és a Klasszika foglalta el a dobogót. Az Elliot 770-es kategóriában nem nagyon volt lehetőség az eredményekkel variálni. A Bartos Zoltán kormányozta BDO 9 futamgyőzelmet szerzett, így az utolsó futamon már el sem kellett indulnia. Őt az Isapur tudta persze csak követni, Münch István vezetésével. Végül a Jastik egy kategóriában Cégai Péter és csapata vehette át az aranyat. A cirkálók pályája volt a C pálya. A 30-asoknál nem kezdett jól a Kékmadár, de a verseny második felére maga mögé utasította a Hárpiát, ezzel Vosala Györgyék állhattak a dobogó legtetejére. Nagyon jó szelek voltak, nagyon jó versenyek voltak, nagyon jó volt a mezőny, a 30-as cirkálókban indultam, és kijelezett küzdelem folyt. A legjobb érzés az utolsó futam volt, amikor megnyertük és nem kellett elindulnunk, és akkor volt a legnagyobb szél, és néztük szegény többieket, hogy hogy szenvednek a második helyért. A 40-eseknél a Szimbád, Tabu és Róza volt a sorrend. Gyönyörű győzelmet aratott a 70-es kategóriában versenyző Krajcár legénysége, élen azzal a Holovics Györggyel, aki sok-sok éven keresztül a másik oldalról figyelhette csak a vitorlázókat. Június közepén betöltöttem a 60-at, elmentem nyugdíjba. Jó csapatom ott maradt, maradtam az MKB-nál, mint klubtag, és mint klubtag vittolázom itt, és nagyon jól érzem magam. És jöjjenek most azok a hajók, amelyekkel a rövid H2O tudósítás alaphangulatát megadtuk, az összevont cirkáló kategória. A Sirocco Cittel Lajos irányítása alatt a 7 futamból 6-ot nyert meg, és a Nemere 2-nek mindössze egyszer sikerült megelőzni őt. Az ezüstérem a Nemere 2 legénységét illette. Némi üröm is vegyült az örömbe, ugyanis az utolsó napon uralkodó 8-as 9-es szél eltörte a hajó árbócát. És végül jöjjön az utolsó, vagyis a D-pálya. Ezen mindössze egy hajó osztály indult. Az 50-es cirkálók mezőnyében 13 hajó versenyzett egymással. Szeremlei Huba elleshetett valamit a másik pályákról, mert 5 futamgyőzelmet szerzett első neki futásra. A Vénusz 2 legénysége vehette át tehát a bajnokoknak járó kupát, míg az előkelő második helyre Turcsányi Béla is csapata állhatott. A magyar nagyhajós bajnokság izgalmaitól nem kell végleg elbúcsúznunk, hiszen ezekben a napokban is zajlik a második kör újabb izgalmas hajóosztályokkal. H2O magazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, amiben a nagyhajósok további küzdelmeit és látványos kitesurf akciókat mutatunk be. A műsor média támogatói: az Aqua magazin és a sailing.hu.